Sziasztok, Robin vagyok, és képzeljétek el, hogy ismét voltam így a pincében, és találtam még pár játékautót, amit itt most nektek bemutatok. Ez a második része, és lehet, hogy még lesz legalább három rész, ha nem több. Na, akkor már is bemutatom az elsőt. Íme. 33-as számmal, ez gondolom egy ilyen versenyautó, de így jól néz ki, így a oldalt is, és nézzük csak, hogy mi van ráírva. Made in China. 674A. Nem tudom, milyen autó lehet, de elég jól néz ki, és jó így a rugózása is hátul. Na, ez egy régebbi. Nem tudom, hogy milyen autó, de lehet, hogy tudni fogjuk. De ez már tényleg régi, ütött kopott. És hát nem nagyon megy már így. Nézzétek? Már nem. Hátul már nem működnek úgy a kerekek. Na, fókusz. Nem akar fókuszálni. Na, 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 na. NO 4 114 Number. Igen. Nem tudom, hogy ez itt miért nem gurulnak kerekei, de hát ez van. De nincs odaírva, hogy mikori. Na, itt van a következő. Ez egy ilyen sötét zöldes, nem lehet úgy látni, így a kamerában olyan, mint hogyha fekete lenne, de ilyen sötét zöld színű. És bés színű ülésekkel. És Real Toy, ismét ez az MBC Class. Biztos. De nincs odaírva a dátum se, hogy ez hányos, de azt tudom, hogy 2010 előtti. Na, akkor van egy ilyen safari kinézetű safaris járgány, ilyen jeep, ahol látjátok, hogy oldalt is itt ülni lehet, vagy nem. És nézzük csak meg, hogy mi van ráírva. Search and rescue. Ja, akkor ez ilyen mentő. Aha, és fordítva van. Ez egy matchboxos. És MB Land Rover. SVX-es. Ja, ez egy Land Rover. Ja. Akkor következik még egy ilyen, ez ilyen katonai jeep, de nagyon jól néz ki így a terep színe. És ez is, ha jól látom, Hot Wheels-es. General Corp. Mindegy, erre nincs nagyon ráírva, hogy ez milyen jeep. Aztán van egy ilyen sárga, pick-up-os. Így. És nézzük csak meg, hogy... Na, fókusz, aha, Ford F. Series. Akkor ez egy Ford autó. Akkor van egy ilyen, nagyon dizájnos autó, ahogy látjátok így az íveket. Jól néz ki, így fölülről is. És akkor nézzük csak meg, lehet, hogy fejjel lefelé lesz a felirat. Aha, igen. Play mode.
GTX-es járgány. Na, fókusz. És még lesz három. Ez nagyon jó, mert ez ilyen vízbe tesszük, és akkor másmilyen színe lesz. Most így nem nagyon lehet látni. De ha rálehelek, talán... nem. Nem tudom, hogy van, mint van, de ez egy Hot Wheels-es járgány. Na? Ó, pont fordítva, jó, oké. Ez egy Dodge Charger. SRT8-as. Hoppá, és kiesik a kezemből. Ja, csúszós. És az utolsó előtti, ez nagyon jó gumicsónakot visz magával, és a jele, na, nem fókuszál. Na, nagy nehezen fókuszál, csak nem tudja, hogy most a kezemet. Mindegy, delfinek vannak rajta. És itt is, úgy jól lehet látni. És ez matchboxos, 1999, Jeep Grand Cherokee. Na, és az utolsó nem más, mint egy ilyen autó. Tök jól néz ki így oldalt is. Szemből, ugye, hátulról. És ugyancsak matchboxos, 2002-es TMGME Opel. Ez egy Opel autó. Úgyhogy remélem tetszett így nektek ez a második rész. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!